Na, hát drága testvérek, szeretettel köszöntelek veleteket itt. Amúgy is már itt vagyunk, ugye alkalmon, de a mai alkalom különleges, mert most Gyula bácsi varázsol, ugye, művészmutatványok Jézus Krisztussal. Don Boscótól vettem egyébként az ötletet, akiről lehetett tudni, hogy gyerekkorában a többi gyereket úgy csábította magához, hogy együtt játszanak és utána imádkozzanak, hogy ilyen művészmutatványokat, meg cirkuszi mutatványokat mutatott neki, és akkor utána azt mondta, hogy ha amikor folytassuk tovább, hogy jó, de előtte imádkozzunk egyet. Hát, hogy én is az iskolában szoktam művészmutatványokat csinálni a gyerekeknek, azt nem mondhatom nekik, hogy akkor most hagyjuk abba egy kicsit, és imádkozzunk, mert ez egy állami általános iskola, és én nem vagyok hitoktató, csak egy napköz is tanító bácsi, de azt, hogy ennek jók, azt lehet mondani. Úgyhogy ilyen mindenféle, egy pakli kártyát fog felhasználni. Előtte a varázskezet be kell állítani, mert a varázskéz beállítása nélkül nem megy, tehát én megfelelően is leszokom törni ezt az ujjamat, ezt letöröm ezt az ujjamat, ezt egy kicsit megbozgatom, hogy működjön, és ezt pedig a felhúzom, hogy működjön, és amikor így feltettem, és mindegyik működik, akkor innentől kezdve a varázskéz működik. Egy pakli kártyát fogok használni hozzá, amit kiveszünk, ez egy sima, egyszerű römikártya. Jó, hát a Jolly az nem is kell hozzá, ugye? Azt visszatesszük arra. Nincsen szükség. Ugye egy sima, egyszerű pakli kártya, ami itt van előttetek. A kérdés az, hogy ha mi választhatnánk, akkor mi melyik kártya lennénk ezek közül? Hát aki nagyon szelídés, hát én a kis kettes lennék. Esetleg valaki nagyon bátor, jó, hogy én az ötös, meg ötös tanuló voltam, de lehet, hogy valakik már annyira nagyok, meg hogy az olyan 9-es, 10-es, vagy akár még jumi vagy dáma, de én most megmondom nektek, hogy mi melyik lapok vagyunk. Mi természetesen ászok vagyunk, ugye? Az ászok, és ki is hiszem, és miért vagyunk mi az ászok? Mert az ász az egyetlen olyan kártya ebben a pakliban, ami egyszerre a legkisebb érték és a legnagyobb. Ugye ő kettes, egyes is tud lenni, meg tizenegyet is. Az értéke egy is tud lenni, meg tizenegyes is. Ahogy Jézus mondja, aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen a legkisebb, és mindenki szolgálja. Ha elmész valahol a lakomára, akkor üljél a legutolsó helyre, és akkor majd előre visznek. Tehát az ász vagyunk mi, egyszerre vagyunk a legkisebbek és a legnagyobbak, mert Isten gyermekei vagyunk. Na mostan majd kell nekem egy jó önként jelentkező, hogy mert mondhatnánk azt, hogy jó-jó ászok vagyunk, akkor minden ászok vagyunk, akkor mégis hogy ismernek minket Jézus, ugye? De ez nem így van, és most megmutatom, hogy akármilyen itt van a négy ász, akármennyire is azt mondjuk, hogy ászok, Isten mindig tudja, hogy te hol vagy és mit csinálsz. Na, ki az a bátor jelentkező, aki? Magdi néni, gyere, légy szíves, te mint egy hős. És itt lesz a négy párti, egyet kihúzol belőle, megkeverem, jó? Nekem nem mutasd meg semmiképpen se, csak a kamerának, hogy melyiket húztad. Jó, tessék, húzzál ki egyet. Jó, bátor, el is fordulok egy kicsit. Jó, köszönjük, jó? Látod? Igen. És újra megkeverjük. Megint? Ne, megkeverem. Hát maradjál nyugodtan, kiteszem a négy kártyát, és ugye azt gondolná az ember, hogy Úristen, melyik lehet az a kártya, de Jézus rögtön tudja, hogy te ezt a kártyát választottad. Igen. Tehát, mert Jézus mindent ismer, és mindent tud. Most nagyon érdekes, oké, hogy most akkor ezzel a kártyával fogunk játszani, hogy itt van ez a kártya, és itt van a pakli előtte most. Betesszük a pakliba a te kártyádat, ugyanúgy lefelé fordítva az összes, hogy valahogy a középre. Azt gondolom, teljesen el van keveredve, ez ugye hát, hogy most hogy mondom meg, hogy melyik kártya, ez nagyon igaz. De, ha te meg én, már Istenhez tartozunk, mi már nem lefelé nézünk, mint a kártyák, a föld felé, hanem mi fölfelé nézünk. Ugye? Mert ilyen megtért emberek vagyunk, tehát megfordítottuk az életünket, és fölfelé nézünk. Most nagyon érdekes dolog, beteszem ide a kártyát legalulra, itt van a kártya, és azt gondoljuk, hogy akkor imád most Isten tenyerén élünk. Nem? Tehát itt van a kártya, és beteszem alulra.
rajta van az összes, az életnek az összes nehézsége, minden problémája, minden baja. Bár én azt gondolom, az Isten tenyeré lélek, de közben, miközben van egy hitem arról, hogy én az Isten tenyerén érem, hogy rám nyomokodik a világ, rám nyomokodik a világ. Ráadásul ki akar húzni áldon a szemkívánsága, a testkívánsága, az életkevéssége, mert a gonosz lélek is, és bár én azt hiszem, hogy Isten tenyerének azért valahogy mégis mindig ki tud rángatni, ugye az ász kihúzom, mindig az ász, ráteszem, mindig az ász, ide teszem, mindig az ász jön ki, így van? Na de, ha a Szentlélek átfúj minket, mondjuk ránk fúj egyet, akkor... Na ne! Akkor a Jolly Joker jön ki. Mert ki a Jolly Joker? Hát Jézus Krisztus. Mi az előbb tettük be ide. Hát akkor hogy kerül ide a Jolly Joker? Ott van a Jolly Joker. Hát akkor itt mi van? Kettő van belőle. Az én. Az meg egy üres. Az meg egy üres. Miért? Mert helyet cserélünk Jézus. Ugye a bűneinket fölvitte a keresztfára, és nekünk tiszta lapunk van, akárhányszor oda megyek Jézushoz, ő mindig tiszta, ő éli az én életemet, és én pedig élem az ő életét. Mert a kártya testvérek mindent tud, a kártya mindent, de így van. Most nagyon érdekes, a gyerekeknek szoktam mondani, azért persze összekeverjük, hogy azért ez mégiscsak egy nagyon zűrzavaros élet. És persze mondhatjuk, hogy mi vagyunk az ász, és már megváltottak vagyunk, és élünk Isten tenyerén, és Jézus éli a mi életünket, és a mi életünk el van rejtve a mennyben, de azért mégiscsak ebben az űrzavarban élünk, ugye? Össze-vissza. Ezt a csókert kiveszünk most szegényre. Nincsen szükség. Jó? Keverjek még rajta? Nem. Hát keverek egyet, csak arra, hogy a Magdén megnyugodja a nagy összekevert paklikártyával dolgozom, kicsit izgatottam. Na most bármelyik kártyát kihúzod, nekem nem utasd meg, csak a kamerának. Húzzál ki, légy szíves egy kártyát, bocsánat. Pont én is ezt akartam. Igen? Meg alsót. Ez jó lesz. Júj! Menjek hátra? Látod? Nem, átszólj. Látod? Igen. Oké. Okay. Okay. Na most, légy szíves, emeld el ezt a paklit valahol. Közepénél valahol. Emeld el, tedd le, tedd rá, én ezt ráteszem, még meg is keverem egy kicsit. Jó? Ennyi elég lesz? Mondjuk. És elkezdem kidobálni a gyerekkel, ezt úgy szoktuk csinálni, hogy közben azt mondom neki, hogy fogadjunk öt gugolásba. Hát veletek most nem fog fogadni öt gugolásba, de hogy fogadjunk öt gugolásba, hogy a következő kártya, amit kidobok, az a tiéd lesz. Szóljál, mikor álljak meg. Dobjam még? Dob. Szóljál, ezt még ledobjam? Az egész paklit ledobot dobja le? Tehát most az kell? A amikor megállítod, onnantól kezdve a következő kártya, amit megfordulom, az a te kártyád lesz. Igen. Igen. Na akkor még menj tovább. Drágám, a végén okay. Ezt már ne? Azt már ne. Na most ilyenkor szoktam az öt googolást, de veletek ezt megkívnek. Na most el tudjuk hinni ebben az űrzavaros életből, én meg tudom fordítani, hogy a következő kártya az a te kártyád lesz. Hát nem tudjuk elhinni, ugye? Itt vagyunk ebben a világban, tiszta káosz az egész, hol van ebben Jézus? De Jézus azt mondja, én ismerlek téged, és ez volt az a kártya. Azt kapasztam. Igen. Igen. A szív hetes, tudod? A hét a szentségnek a száma, és a szív a Magdinén a saját számát húzta. Tehát ez teljesen... Ja, jó. Jó? Köszönöm. Mert hogy Jézus itt van velük. Na, drága testvérkém, tehát a kártya az mindent tud. És akkor tulajdonképpen ennyit akartam nektek megmutatni. Köszönöm szépen. Hát nem sikerült. Nagyon gyors voltam.